vakuvillanások, motorkerékpárok egy limuzint üldöznek. Vadászat Párizs utcái. Az egyik alagútban azonban véget ér. A roncsok közt halálát leli Lady Diana, Wales hercegnője, valamint szeretője Dodi Al-Fayed és a sofőr. Tudtam, hogy egyszer a sajtó fogja a végzetét jelenteni. Minden újságigazgatónak, minden főszerkesztőnek vért tapad a kezéhez. Egy pár menekül. Ezek az utolsó képek Diana-ról röviddel a halála előtt készültek. A szálloda kamerája rögzítette őket, ahol megszálltak. Kint már lesben állnak a szenzáció éhes lesifotósok. A sofőr ki is kiállt nekik. Ma este nem kaptok el bennünket. Halálos ígéret. A rendőrség a vezető vérében a későbbi vizsgálatok során 1,8 ezreléknyi alkoholt állapít meg. Csupán egy tragikus baleset lehetett. Minden annyira rejtélyes. Meg vagyok győződve arról, hogy a fiam nem természetes halállal halt meg. Addig nem nyugszom, amíg ki nem derítem halálának valós körülményeit. Már napok, sőt hetek óta vadásztak a paparazzik az áhított képekre Diana-ról és új barátjáról. Olyan boldog vagyok, mondta nekem röviddel a halála előtt a telefonba. Figyelmesek velem is, vigyáznak rám. Ez még sohasem történt meg velem. Filmfelvételek a gyermekkorból. Diana 1961-ben született. Rövid életét mindenekelőtt egy dolog töltötte ki, biztonságot keresett. Szülei elválnak, Diana előbb az anyjánál, majd később az apjánál él. Egy fiatal férfi, egy herceg, az lesz az igazi Diana-nak. Lady Fermoy, Diana nagyanyja és Erzsébet királynő személyesen tervezték meg a házasságot. Charlesnak is végre meg kell nősülnie, és utódról is gondoskodnia kell. Így hát gondosan kitervelték a Frigyet. Amikor aztán évekkel később a világ is tudomást szerez a tervezett esküvőről, a fiatal lány, az óvónő hirtelen a nyilvánosság számára is érdekes hölgyé válik. Ez volt egyike a nagy tragédiáknak. Senki sem közölte Diana-val, hogy ezentúl nem lesz többé magánélete. Mindent hónapokkal, évekkel előre megterveztek. Ekkor megijedt és azon töprengett, hogy vajon helyesen cselekszik-e, ha belemegy a Frigybe. De akkora már késő volt ezen gondolkodni. 1981. júliusa. A trónörökös és mennyasszonya kimondják az igen. Az évtizedes esküvője. A királyi színfalak mögött azonban már ott leselkedik a tragédia. A pár a mézes heteket a Britannia fedélzetén tölti, Diana azonban bosszantó felfedezést tesz. Néhány nap után Charles naplója a földre esett, és kipottyant belőle Bowles kisasszony fotója. Diana szerint ezen a napon szaladt rossz vágányra a házasságuk. Kifelé azonban jó arcát mutatja a királyi család. Egy évvel a házasságkötésük után Diana megajándékozza hercegét és a nemzetet egy egészséges trónörökössel. Valójában a királyi pár nem sok közös vonást tudhat magáénak. Diana saját útjain jár, a médiák örömére együttérzést tanúsít mások sorsa iránt. A szívek királynője, mindenhol, ahol felbukkan, ünneplik, és ő áll a figyelem középpontjában, nem pedig a hercege. Arra a meggyőződésre jutottam, hogy sokkal egyszerűbb volna, ha két feleségem lenne. Az utca mindkét oldalára egy-egy. Én meg középen haladnék és irányítanám őket. Diana a legtöbbet fotózott asszony a világon. A felidézett szellemektől azonban nem tud többé megszabadulni. Ahhoz, hogy megértsük Diana-t, el kell fogadnunk a tényt, hogy ő egy híres valaki volt. Aki prominens, az titokban szövetséget köt a médiával. Gyakran gyűlölik a médiát, és védekeznek. Miért nem hagytok már békén?
De ha két napig nyugton hagyják őket, akkor az olyan, mintha elvonnának tőlük valamit, mint a kokain. Második fia születése után Diana házassága már válságban van. A világ is látja külső jeleit, Diana kóros táplálkozási rendellenességekkel küzd. Öngyilkossági kísérletek következnek, majd szerelmi kalandokba menekül. James Hewitt a lovász, majd mások is, futókalandok. Életét lediktálja egy írónak. Charles erre egy interjúval válaszol. A királynő boldogtalan volt. Félreérthetetlenül tudomásukra hozta, hogy be kell fejezniük a házasságukat. Leveleket írt Diana-nak és Charlesnak is, amelyekben megparancsolta, hogy váljanak el. 15 évvel a meseveri esküvő után a királyi pokolbéli házasság keserű véget ér. A válás napján megkérdeztem tőle, most ugye nagyon boldog vagy. Nem, ellenkezőleg, válaszolta. A mai nap életem legboldogtalanabb napja. Charles az egyetlen férfi, akit igazán szeretek, és a boldog családról szőtt álmok is szertefoszlottak. Egy boldog anya a gyermekeivel. Ezt az örömet is elveszti a válással. A királynő ragaszkodik hozzá, hogy a trónrököst maga nevelje. A hercegnőre azonban még egyszer rámosolyog a szerencse. Dodi Al-Fayed a milliárdos playboy fiú személyében. Az apja egyiptomi üzletember, Londonban él, és minden vágya, hogy igazi britnek tartsák. Minket egyiptomiakat a kissé sötétebb bőrszínünk miatt lenéznek. Az arisztokrácia nem fogadta el a fiam kapcsolatát Diana-val. Egy muzulmán mostoha apát Anglia jövendőbeli királyának ezt nem akarta senki. Mi történt tehát valóban a balesetkor azon az éjszakán? Titkos szolgálatok keze is benne volt? Híresztelések és legenda. A vizsgálatokat lezárták, minden jel arra utal, hogy tragikus baleset történt. Diana azonban túlélhette volna. Egy óra és 40 percig tartott, amíg Diana-t a kórházba szállították. Ez a hosszú időtartam döntően befolyásolta a halálát. Túlélhette volna a balesetet, ha azonnal kezelésbe veszik, valamint ha a közeli kórházba szállították volna. Megmenthették volna. Diana halála megrázta az egész világot. A britek még egyszer tanúbizonyságot tesznek amellett, hogy ki is számukra az igazi királynő, a szívek királynője. Több mint 1 millió ember gyászolja őt London utcáin. 187 országban 2,5 milliárd tévénéző lehet részese a gyászszertartásnak egy asszonyért, aki már most is mítoszként él tovább.